Az egyik nagyértékű műszer, ami sikerült beszereznünk, ez operációs mikroszkóp. Mondja a Pécsi Idegsebészeti Klinika vezetője a felújított, új eszközökkel felszerelt műtőben. Itt világszínvonalú beavatkozásokat tudnak elvégezni mostantól. Nagy daganatokról beszélünk, akkor olyan éber műtéteket tudunk végezni, a navigációval kombinálva, ahol például a beszédközpontot meg lehet óvni. És a beteg, hogyha a beteg daganata, agydaganata a beszédközponthoz közel helyezkedik el, akkor a műtét után is beszélni fog, és nem sérül a beszédközpont. De a gerincműtéteknél is komoly fejlesztést jelentenek a most beszerzett műszerek. Amikor egy gerinc rögzítése szükség van azért, mert a degeneratív folyamat, az övegedés miatt a gerince a betegnek elkopott, akkor ez kis lukakon keresztül rögzítést tudunk végezni, és egy idős beteg 2-3 nappal a műtét után újra járni tud, menni tud, és a fájdalmai jóval kisebbek. Két műtőt újítottak fel a klinikán kormányzati támogatásból. Első hallásra hihetetlen összegből. A Pécsi Idegsebészeti Klinikán évtizedek óta nem történt 1 milliárdos összegből lebonyolított műszer támogatás és fejlesztés. Nagyon örülünk annak, hogy a nagy gazdasági növekedésből egyre többet tud a kormány a gyógyászatra, az egészségügyi infrastruktúra és az egészségügyi bérekre is visszafordítani. Itt Pécset kiemelten fontos ez. Hiszen az egész régióból érkeznek ide betegek, akiket el kell látnia a pécsi klinikáknak, mondja a Baranyai képviselőjelölt. Például olyanok, akiket agyvérzés gyanújával hoznak ide. Az ő gyógyulásukat segítheti az a röntgenberendezés, amely 3D-s képet adva megmutatja a vérrög pontos helyét. A Pécsi Idegsebészeti Klinikán évente 2-3 ezer beteget látnak el.